Eger számos nevezetességgel büszkélkedhet, mint például a minaret, a Vitkovics ház, a Csillagászati Múzeum, a Termárfürdő, de nem sorolom föl, mert sokáig tartana. Inkább hazánk egyik legismertebb váráról, az Egri várról ejtsünk pár szót. A várdombon épült fel a Szent István alapította Egri püspökség első temploma, majd a román és a gótikus székesegyház. A tatárjárás után megerősítették a püspöki várat, a 18. század elejéig folyamatosan építették. A vár 1552-es hősies védelemmel vált híressé, s azóta is a hazafias helytállás példája. Na de nézzük meg, milyen hazafiasan álltak helyt a főiskolások, mikor Eger nevezetességeiről kérdeztük őket. Hát elsősorban az Egri várt ismerem, másosorban ugye az Egri Bikavért, amit mindenki ismer, azon kívül még ott van a mecset például, amiben voltam többször is, gondolom más így van, ez általános iskolában, illetve középiskolai tanulmányai során, illetve a Líceum szerintem az is egy nevezetesség, ugyanúgy, mint a Bazilika. Általában ezeket tudnám elmondani. A Gárdonyi Múzeum szerintem, ami hozzátartozik még, hogy meglátogattunk még annak idején szüleimmel, gyermekéveimben, és másra igazából nem emlékszem. Ez a legfontosabbak. És hogy tetszenek Eger ezen nevezetességei? Szerintem nagyon egyedülállóak az országban, nem hiszem, hogy máshol ezt utánozni tudnák. Egyetlen ezt a barokk érzést kevés ország, illetve kevés város tudná ugyanígy visszaadni, mint Eger. Például a várat, akkor a Líceum, a Bazilika. Tehát például itt van Dobótér, a Bazilika esetleg. Hát, úgy is tényleg nem sokat tudok még, talán még a minaret. És hogyan tetszik? Nekem bejöttek mondjuk, de a bazilikát szerintem azt érdemes megnézni, mert az úgy itt maradt a régi korokból. Nem tudom, de több is, mert szerintem azért érdekes, úgyhogy meg lehet nézni. Az Egri várat, szerintem ez a legnevezetesebb, meg a bazilika, akkor a minaretet. Aztán, hát nem tudom, ez mennyire nevezetesség a... Tehát, marcipánból építenek itt egy házat, nem tudom, ez kinek mennyire nevezetes. Meghallottatok-e már róla? Szerintem eléggé, mert ez az egyetlen Magyarországon. Húha! Bazilika, minaret, dobótér, az... Hát a főiskolán belül még van a díszterem, amit még meg lehet nézni. A fönt a könyvtár, pedagógiai könyvtár, meg a Csillagászati Múzeum, valamint a sötét kamra, hiszem, de ott már voltam. És hogyan tetszenek Egerre nevezetességei? Tetszik. És neked? Nincs lakom a közelben, úgyhogy nem nagy újdonság már ez nekem. Úgyhogy én már sokszor voltam itt osztálykiránduláson, és stb. Ugye még nevezetességnek tekinthetjük talán a strand, a fürdő, ami végül is nyáron jó, hogyha meg lehet látogatni, aztán az új oszoda is tulajdonképpen sok lehetőséget kínál, stb. Stb. Hát a várat, hát nekem az tetszik leginkább, vár. Ezen kívül? Ezen kívül, hát a színház, az is szerintem nagyon fontos, meg sokan látogatják. Ó, hát rengeteg is nevezetességét tudnak. Sorod fel. Hát elsőre minaret ugrik be. A Székesegyház, vár, hát elsősorban a várat kellett volna említenem, mint hát a turistáknak ugye az az első szempont. És ezeket már mind látogattad is, gondolom. Persze, hát mondjuk a várban még el szerettem volna menni, úgyhogy úgy normálisan megnézem, mert csak egyszer voltam itt 2003-ban, amikor itt jártam először, akkor voltam így fenn, de csak egy körbe jártam. Szép asszony vagy, fiataloknak. Hát történelmi nevezetességek, templomok, vár. És ezekben már gondolom mind jártál? Természetesen. Ezen kívül más nem tudsz mondani? Hát ezen kívül Egerben nem nagyon. És hogyan tetszenek e nevezetességek? Tulajdonképpen tetszenek. Hát mondjuk Eger azért egy napos város, tehát ezeket a nevezetességeket egyszer meg lehet nézni. Például a vár, dobótér, a minaret, bazilika. Ismerem a minaretet, a várat, a bazilikát. A bazilika, a dobótér, a minaret, a főiskola, a fürdők. Bazilika, főiskola, líceum épülete. Aztán a Bródi könyvtár. Ismerjük a várat, a minaretet, a Szépasszonyvölgyet. Hát van sok. És hogyan tetszenek ezek?
Nagyon tetszik a város, szép helynek tartom Egert. Tetszenek meg, el is látogatok, ahogy tehetem majd, hogy nem mindegyikhez. Hallhattuk, hogy a vár és a líceum a legismertebb a városban. A főiskoláról is ejtsünk akkor pár szót. Először is Eszterházy Károlyról, akinek múlhatatlan érdemei vannak az oktatás területén. Ebbéli tevékenységének csúcsát az EGRI négyfakultásos egyetem épületének megépítése jelenti. Nagyszabású terve, hogy a várost az ország keleti felének szellemi központjává tegye, azonban nem sikerült. Az uralkodó nem engedélyezte az egyetem működését. A mű mégis elkészült, és 1774 óta az oktatás szolgálja. A bölcseleti, a jogi és a teológiai intézet növendékei és tanárai ugyanis ekkor vették birtokukba a már elkészült épületrészeket. Mára már nem csak a tanulók, hanem a turisták is rendszeresen látogatják a líceumot, és persze a város többi nevezetességeit is.